A társasház kezelés sokrétű és átfogó tevékenységének ellátására a társasház alakuló közgyűlése közös képviselőt választ. Ha valaki ezt a feladatot üzletszerűen akarja ellátni, annak OKS vizsgára van szüksége. Pontos feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. Az egész társasháznak a működtetése, karbantartása, szükség szerinti felújítása, az épületeknek az éves költségvetésének a megtervezése, beszámoló készítése, tulajdonosi nyilvántartás, és sorolhatnám még. A földhivatal nyilvántartás az ugye mindenki számára elérhető, bárki be tud tekinteni, innentől kezdve pedig mindenki tudhatja, akinek bármilyen kapcsolata akar lenni egy-egy társasháza, mindenki tudhatja, hogy kihez kell fordulni, aki a közös képviselője az adott épületnek. Ezt az átláthatóságot 2 évvel ezelőtt iktatták törvénybe. A közös képviselőket érintő rendeleti részével azonban még gondok vannak, egyelőre nem tudják, hogy mi alapján és milyen formában kell bejelenteni az egyes társasházak közös képviselőit a földhivatalban. Ez eredetileg 2019. január 1-től valósult volna meg, jelenleg úgy néz ki 2021. január 1-től lép életbe az új társasházi törvény. A közös képviselő kilétének átláthatósága azért is fontos, mert csendháborítás esetén hozzá is fordulhatnak a lakók. Most aki tisztességes, akkor nyilván kiírja a lépcsőházba, hogy felújítási munkát végez, és valamennyire tolerálni tudják ezt a tulajdonosok, de hát nyilván az észszerűség határa indelül. Tehát ha valaki szombathelyen 7 órakor kezd el forni, az biztos, hogy nem fogja a többi tulajdonos díjazni, és érthető módon bejelentést fog tenni a közös képviselőnél. Na hát ilyenkor nyilván a mi feladatunk, hogy felszólítsuk a tulajdonost, hogy ezt haladéktalanul szüntesse meg. Ha nem történik, ugye ez meg is tovább folytatódik, akkor tudunk az önkormányzat jegyzőjéhez fordulni. Ugye ő a társasházaknak a felügyeleti szerve tulajdonképpen, és ott tehetünk bejelentést szabálysértési eljárásra, és ott utána már az önkormányzat folytatja le magát az eljárást, és szükség esetén akár bírságot is kiszab. Ez 5000-től 150 ezer forintig terjedhet. Hasonló az eljárás menete rendszeres hangos veszekedés vagy hangos bulik esetén is. Az általunk megkérdezett szakember elmondta, bíróságig nagyon ritkán fajul a dolog, de hetente kapnak bejelentést ilyen esetekről. Nagyrészt azonban sikerül békés úton megoldani a problémákat.